Magyarországon a baromfihús a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás. A tojás fogyasztás az utóbbi években folyamatosan nő. Az egy főre jutó héjas tojás fogyasztás 2015-ben 133 darab volt, amely 2018-ra 158 darabra emelkedett. 2021-ben léphet hatályba az a minisztérium által készített jogszabály, amely pontosabb, egyértelműbb információk feltüntetését teszi kötelezővé a tojásoknál. Kiterjesztjük most már a húsok után és a gyümölcsök után a tojásra is, hogy megkülönböztessük a hazai tojást, és fölhívjuk a figyelmet a hazai termék minőségére, hiszen akkor, amikor elmegyünk a boltba, akkor nagyon sok másféle termékkel is lehet találkozni, és nekünk mégiscsak a helyi gazdaságot kell erősíteni. És ezekkel a megjelölésekkel, az zászlókkal kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy melyik is a hazai termék, hogy sokkal könnyebben eligazodjon a vásárló a különböző termékek között. A tojás az egy nagyon fontos fehérjeforrás. A legolcsóbb fehérjeforrás népélelmezési cikknek is lehet mondani minden további nélkül. És az, hogy minél jobban hozzá lehessen férni, arra is kell ez a megjelölés. A másik pedig azért is indítottuk azt a marketing kampányt, amelyre fölhívjuk a figyelmét a vásárlóknak arra, hogy érdemes tojást fogyasztani. A baromfi ágazat termelési értéke az elmúlt években átlagosan az élő állat szintjén 250-300 milliárdot tett ki. Ebből az étkezési tojás árbevétele tavaly 23,12 milliárd forint volt. Az idén a koronavírus és madárinfluenza járvány miatt az ágazat termelése 10%-kal csökkenhet. Baromfi húsból 700 ezer tonnát állítottak elő tavaly, étkezési tojásból pedig évente 1,2-1,3 milliárd darabot termelnek. A vidékfejlesztési program pályázatainak segítségével most támogatják a baromfi tartó telepek korszerűsítését és új telepek építését is, illetve a járványügyi kockázatokat csökkentő fejlesztéseket. Az 50 milliárd forintos állattenyésztési pályázatunkat most kellett bezárni, hiszen 250 milliárdnál tart az igény, az 50 helyett. Mutatja ezt, hogy a gazdák fejleszteni akarnak, bíznak a jövőben, óriási lendülettel akarnak előre menni, tehát kell csoportosítanom valahonnan forrásokat még át, mert ezt a megnövekedett igényt nagyon jó lenne becsatornázni a gazdaságba. Mert a legjobb védekezés egy vírus ellen, egy vírus negatív hatása ellen a gazdaságba, az, ha beruházunk és fejlesztünk. Hiszen egyszer ez elmúlik, addigra ezek a beruházások pedig termelni fognak, és most tudunk piacot is foglalni, most tudunk új lehetőségekhez jutni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos az, hogy a gazdákban a fejlesztési kedv töretlen, és ez azt mutatja számomra, hogy a bizalmuk is töretlen. És ez az, ami számomra is minden nap új erőt ad, hogy érdemes küzdeni, érdemes dolgozni, mert a magyar gazdák lendülete, akarata, tenni akarása az példamutató. A miniszter hozzátette, a növénytermesztés és az állattenyésztés közötti megbomlott egyensúlyt lehetne azáltal helyrehozni, hogy a pályázatok segítségével kap az ágazat egy új lendületet. Ez mind ökológiai, mind gazdasági szempontból fontos.